Na, hello, hello, sziasztok, sziasztok, srácok, üdv a csatornán, Keeper vagyok. Egy olyan videóval érkeztem hozzátok, amilyen még gyakorlatilag soha nem volt ezen a csatornán, és valószínű, hogy nem is fog ez megismétlődni, mivel nem akarlak ilyenekkel úgymond zaklatni benneteket, de úgy gondoltam, hogy ezt meg kell csinálnom. Ö, mielőtt így belekezdenék a mondókába, ugye elmondom, leszögezném, hogy ennek a csatornának a tulajdonosa nem keresett meg, hogy készítsek egy ilyen promo videót az ő csatornájáról, sőt nem is tud róla, hogy én ezt meg elkészítem ezt a videót. Ö, én gondoltam úgy, hogy kötelességem megcsinálni ezt, és ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy a gyerek az marha jó srác, mármint így többször bizonyította, és többször meglepett olyan dolgokkal, olyan gesztusokkal, amiből egyből így levágja az ember, hogy, hogy rohadt jó fej, és rohadt tönzetlen, és tényleg, 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 egy nagyon jó srác, pedig nem ismer, szóval nem ismerem személyesen, Youtube-ról ismerem. A másik probléma, másik ok, amiért úgy gondoltam, hogy meg kell csinálnom ezt a videót, az az, hogy gyakorlatilag szerintem egy kb. egyszerre kezdtük a Youtube-on a pályafutásunkat, mondjuk úgy, hogy, hogy egyszerre kezdtünk el videózni, ő is így, így egymás mellett így fejlődtünk, így elkezdtem nézni őt, ő is elkezdett engem, és közben sajnos ő lett egy ilyen problémája a partner cégével. Ha jól emlékszem, pontosan az volt a gond, hogy ö, leszerződött egy partner céggel, ami olyan szinten bele szólt a csatornájának az irányításába, hogy folyamatosan feldobálta a reklámokat olyan videókra is, amiben copyrightos tartalom volt. Ugye, hogyha ez megtörténik, akkor varnolják a csatornádat. <laughs> Ezt te tudod beállítani, meg tudod azt tenni, hogy például copyrightos tartalmat töltesz fel, csak az a lényeg, hogy akkor nem állítod be, hogy ez fizetős legyen, mármint hogy reklám legyen rajt. Tehát ez, ez abszolút nincsen semmi probléma, mivel akkor ő fogja kapni a, a reklámból származó bevételt majd, aki ugye rendelkezik a jogdíjakkal. Viszont ő neki, mivel így beszóltak a csatornájának a, a menedzselésébe, egyszerűen nem tudta ezt, ezt ö, nem tudta kezelni, nem tudott dülőre jutni a partner cégével, és ö, újra kellett kezdeni az egész YouTube-os pályafutását, tehát az elejétől, full az elejétől, egy új csatornát kell csinálnia, és teljesen az elejéről kezdet, kellett kezdenie, és el tudjátok képzelni, hogy milyen kitartás kell ahhoz, hogy mondjuk csinálod egy fél évig a, a dolgokat, csinálod a videókat, tényleg beleadsz mindent, és akkor valami hülyeség miatt, ami gyakorlatilag nem is a te hibád, emiatt nulláról újra kell kezdeni, és akkor ugyanolyan lelkesedéssel próbáld meg csinálni, tényleg az elejét nulla feliratkozótól értitek. És akkor, a, már akkor gondolkoztam rajta, hogy, hogy basszus, de szívesen segítenék ennek a srácnak, és úgy gondoltam, hogy most itt az ideje, és meg is próbálom, hogy uh, hozzátok szólnék, hogy gondoljátok, akkor adjatok ennek a srácnak egy esélyt, uh, nézzetek rá a csatornájára, ott van a leírásban a linkje, és tényleg, hogyha adtok neki egy esélyt, és feliratkoztok, akkor szerintem rá lehet venni őt, hogy valami valami nagyon szuper kis videósorozattal kezdjen. Na most egyébként én konkrétan gondolok valamire, mivel ra, 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 rettentesen jó a a srác, tényleg Kenny vágja, mint az állat, e, és tök jó sorozata volt régebben, és fészkem minden nagyon-nagyon beleadott tapait anyad, anyait, és ö, Hogyha gondoljátok, szerintem simán azt újra kezdeni, mert gondolom sokan, akik most nézik ezt a videót, például szeretik Minecraftot, de egyébként más videó is vannak. Vannak ilyen, számítógépes tutoriál videói, elég sok unboxing videója van. Meg most kezdett egy olyan sorozatot, hogy nem gameplay sorozat, hanem így különböző játékokat mutat be. Gyakorlatilag egy-egy rész erejéig. Azt hiszem, szóval, hogy péntekenként van ez a sorozata. Ja, meg ez vlogolgatni is szokott. <coughs> meg azt hiszem, zerengetni is szokott. Igen, persze, hogy zerengetni is szokott. Mivel <coughs> most vettem nemrég egy basszusgitárt, meg azt hiszem, van egy elektromos gitárja is. Szóval ilyen kis rokkos akkor zenékre is biztos, hogy rá lerni. Na, szóval akkor nem is szaporítom tovább a szót. Ö, hogyha gondoljátok, akkor tényleg adjatok neki egy esélyt, iratkozzatok fel a csatornájára, nézzetek rá, és talán, talán megnyeri a tetszéseteket. Egyébként, mennyi? Most van, most van neki 305 feliratkozója, szóval bízom bennetek, srácok. Úgyhogy tényleg, hogyha gondoljátok, akkor adjatok neki egy esélyt. Na, akkor igazából ennyi is volt ez a videó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és ö, elnézést, hogyha, ö, hogy, hogy ezzel zaklattalak benneteket, de úgy gondoltam, hogy ez kötelességem, hogy segítsek ennek a srácnak. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg még egyszer köszönöm a figyelmet. Sziasztok!